Köszöntöm a Cikádor magazin minden nézőjét! Utolsó üteméhez érkezett a Garai utca felújítása, tavaly a parkolókkal lett korszerűbb a temető környéke, idén elkészülhet az odavezető út is. A képviselőtestület régi ígéretét teljesíti a munkálatok elindításával. Térképpel és mérőszalaggal felfegyverkezve tartott helyszínbejárást a polgármesteri hivatal szakmai stábja a Garai utcában. Hamarosan munkagépek veszik át a területet, és megkezdődik az utca rekonstrukciója. A város ezzel egy nagyon régi adósságát törleszti a lakosság felé. Ennek a beruházásnak a keretében a város egy nagyon-nagyon régi adósságát teljesíti, mind a Garai utcai lakók irányában, mind pedig a város többi polgára irányában, hiszen a temető megközelíthetősége, a temető körüli parkolás fog megoldódni reményeink szerint június végére. A tavalyi esztendőben 9 új parkolót hozott létre a fejlesztés keretében a város, valamint a temető rekonstrukciója során a vízelvezetés is elkészült. A Garai utcában gyakorlatilag egy 5 méter 50 centi széles aszfaltos út fog készülni két oldalt kiemelt szegélye, és ezen az útszakaszon zárt csapadék csatornával fogjuk biztosítani majd a csapadékvíz elvezetését, csatlakozva ahhoz a nyílt árokhoz, ami tavaly már a temetőn keresztül elvezetésre került. Ezek a létesítménynek kerülnek az elkövetkezendő hetekben kiépítésre. Az útburkolat felújításán, illetve kiemelt szegély készítésén túl még az adott szakaszon meg fog épülni még az új járda is. Itt térburkolat készül, illetve a csapadék csatornába kerülnek bekötésre a házakból kijövő csapadék csatornák, illetve a tetőnek a lefolyó eres csatornái. A kivitelezés érinteni fogja a gépjármű beállókat, azokat a megfelelő módon, hogy ezek járható maradjanak, korrigálni fogjuk, illetve amennyire érinti, ezt természetesen helyre fogjuk állítani. A bejárokból annyi új burkolat fog épülni, ami ahhoz szükséges, hogy az új útszakaszt és a meglévő bejáró burkolatot összetudjuk kötni, illetve járhatóvá fogjuk tudni ezáltal tenni. Az építkezés várhatóan jelentős fennakadásokat okoz majd Bátaszék forgalmában. Nem kis türelmet kérünk az érintett lakóktól, hiszen a teljes útszakasz lezárását kellett elrendeljük, mert a műszaki folyamatok olyan szűk térben zajlanak, hogy a közúti közlekedést már nem tudtuk volna balesetmentesen garantálni. De ezt a beruházásnak a forrását a város a 2019 évi költségvetésben biztosította, és ahogy jeleztem is, gyakorlatilag reményeink szerint június végére a beruházás be is fog fejeződni. Egy estén keresztül nem voltak szolgálatban a bátaszéki tűzoltók. A település polgármestere fogadta a lánglovagokat egy vacsorára, megköszönte a térségben tett munkájukat, a tűzoltók pedig kikapcsolódhattak és erősíthették a már biztos lábakon álló csapatszellemet. A 2019-es esztendő is egy kicsit döcögősen indult, de örömmel tudom jelenteni, hogy sokkal hamarabb kiegyenesedett, mint gondoltuk, hiszen a kormány rendkívüli döntése alapján a bátaszéki köztestület megkapja azt a kiegészítő támogatást, ami ahhoz szükséges, hogy zavartalanul végig tudjuk vinni a 2019-es esztendőt pénzügyi szempontból, és minden olyan pénzügyi vállalásunkat, amelyeket évelején megtettünk, legyen az főfoglalkozási tűzoltó vagy önkéntes tűzoltó, biztosítani tudjuk az utolsó pillérig ebben az esztendőben. A tűzoltók a hivatásukat egy életre választják, és nem a legnyugodtabb munkahelyek közé tartozik. Lánglovagnak lenni annyit jelent, hogy az év nagy részében minden szabadidőt beáldozva, ünnepnapokról, hétvégékről lemondva kell az emberek az életmentés szolgálatába állni. A tűzoltók gyakran saját életüket, testi épségüket kockáztatva szállnak harcba a lángokkal, hogy megmentsék az ártatlanok életét és javait a tűz martalékától. Minden településen, így Bátaszéken is tudják, mennyi áldozattal jár a tűzoltói hivatás. A település polgármestere köszönetét kifejezve vendégelte meg a tűzoltókat. Köszöntőjében kiemelte, hogy szakmailag a csúcson van a bátaszéki tűzoltóság, és áldozatos munkájuknak köszönhetően életek és vagyontárgyak menekültek meg az enyészettől, pusztulástól. Szakmailag viszont az első pillanattól az utolsó pillanatig
a lehető legmagasabb szakmai színvonalon végeztétek a feladatotokat. Amikor be kellett avatkozni, ott voltatok, nagyon nagy precizitással végeztétek a feladatokat. Sajnos voltak olyan események, amikor be kellett avatkozni, de úgy gondolom, hogy ez a csapat bebizonyította azt, hogy mennyire fontos a jelenléte Bátaszékváros területén, és természetesen a többi településen is, de én most Bátaszékvárosára tudok mondani, mert ha ti nem vagytok, és ezt több alkalommal hangsúlyoztam, akkor a mi utcánkban, a Hermann-Éd utcában az a ház, az valószínűleg porigyék. Évek óta hagyomány, hogy Bátaszékvárosa fogadja a település hivatásos és önkéntes tűzoltóit. Ezek azok az alkalmak, mikor a szakma egy kicsit háttérbe kerül az est folyamán, és a hangsúly az együttlétre helyeződik. Beszélgethetnek egymással a családról, életről, és az ilyen alkalmak segítenek a csapatszellem fejlesztésében is, mondta Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere. Évek óta hagyomány, hogy Flórián nap alkalmából Bátaszékváros önkormányzata és mindazok az önkormányzatok, akik közösen tartják föl a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság köztestületet. Meghívjuk a bátaszéki tűzoltókat fehér asztal mellé, és itt mondunk köszönetet nekik az egész éves áldozatos munkájukért, hiszen tudjuk, hogy ezt a hivatást, ezt tényleg csak elhivatottságból lehet végezni, hiszen a szabadidejüket a családtól, szórakozástól veszik el, és végeznek olyan feladatot, ahol gyakorlatilag akár az életüket is kockáztatva, ha kell, akkor mentik a bajba jutott polgártársaiknak a javait, és végzik a védekezési feladatokat. Úgy gondoljuk, hogy ez az alkalom egy kicsit arra is jó, hogy jobban megismerjük egymást, kicsit fehér asztal mellett ne csak a szakmáról beszélgessünk, hanem egyéb emberi kapcsolatokat is tudjunk kialakítani. Bátaszék igyekszik pályázatokkal is támogatni a tűzoltóságot. Az önkormányzat elsősorban technikai feltételek javításában van segítségére az állomásnak. A település vezetése azokra az eszközökre pályázatot nyújt be, amelyekkel a tűzoltó egyesület felkészültségét és felszereltségét tovább tudják fejleszteni. Ugye Bátaszékváros önkormányzata két testületet támogat a katasztrófavédelem, tűzvédelem terén, hiszen egyrészt fenntartja a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság köztestületet, hiszen ez a szervezet azt lehet mondani, hogy már-már munkaviszony jelleggel végzi el azokat a feladatokat, amelyek a tűzvédelem katasztrófavédelem területén, Bátaszéken és a környékbeli településeken, Bátaalpátiban, Mórágyon, Alsónyéken és Bátán el kell látni. Emellett egy támogatási rendszer keretén belül Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is támogatja a város. Itt elsősorban a technikai felszerelések beszerzéséhez tudunk némi kis támogatást nyújtani. Ez összességében azt lehet mondani, hogy mintegy 6,7 millió forint körüli összeg, amelyet 2019-ben is erre a feladatra fordítunk. A pályázat keretében erre meg lesz majd a lehetőség, tehát az önerő részét a város próbálja a pályázati forráshoz biztosítani, és a katasztrófavédelmi igazgatóságon keresztül vannak pályázatok lehetőségek, erre be fogja nyújtani a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület majd a pályázatát, és reméljük, hogy itt a technikai feltételt is lehet ezzel majd javítani. A bátaszéki tűzoltók parancsnoka Bóta Gyula kiemelte, hogy mindvégig hittek a bátaszéki tűzoltóság sikerében. Azt mondta, hogy az utánpótlás képzés is jó irányba halad. Már 10 tagot számlál a diák tűzoltóság, akik feladata egyelőre az, hogy versenyekre járjanak, és a felnőtt kollégáiktól elsajátítsák a szakmai alapokat. Az idei évtől kezdtük el újra szervezni a diák tűzoltóságot. Az önkéntes tűzoltó egyesületen belül megalapítottuk a diák tűzoltó tagozatot, és jelen pillanatban 10, azaz 10 stabil tagunk van. Egyelőre versenyekre fognak járni, tehát versenyekre próbáljuk meg őket kiképezni, a kismotor fecskendőtől egészen a gépjármű fecskendőre való szerelésig. Megtanítjuk nekik a tűzoltás és műszaki mentés alapjait, természetesen ellenőrzött körülmények között, olyan szakemberekkel, akik azért már élesben is kipróbáltak és láttak ilyet. A vacsorán részt vett Báta polgármestere, aki egy kupát adott át a bátaszéki tűzoltóságnak, megköszönve eredményes és emberfeletti munkájukat a bátaszéki és bátai otthonok védelméért. A Parkinson kortüneteiről és a betegséggel való együttélésről tartott előadást Bátaszéken a Pécsi Parkinson Betegek Egyesületének elnöke. Bár a betegség egyelőre gyógyíthatatlan, az előadó azt mondta, kellő odafigyeléssel és pozitív hozzáállással együtt lehet élni a Parkinson korral.
A Parkinson-kór az emberek mozgására hat. Azok a betegek, akik ebben a betegségben szenvednek, állandó végtagremegéssel, görnyedt testtartással küzdenek többek között. Esetenként az is nehézséget okoz nekik, hogy saját magukat meg tudják tartani, és akár váratlan pillanatokban is eleshetnek, vagy összeeshetnek. Szintén a jellegzetes tünetek közé tartozik, hogy a kór hatására a mimikájuk is megváltozik, vagy esetenként megmerevedik. Ezekről a tünetekről és a betegséggel való együttélésről tartott előadást Péterné Sárvár Erzsébet, a Pécsi Parkinson Betegek Egyesületének elnöke bálta széken. A legnagyobb baj az, hogy mire orvoshoz fordul az ember ezekkel a tünetekkel, a betegség jelenleg ismert oka, hogy a dopamin csökkenés bekövetkezik az agyban, addigra 80%-a körülbelül elpusztul, tehát ami a mozgásrendszer, az ingerület átvívő anyag ez a dopamin, és ez lecsökken, és emiatt a mozgás darabossá és lassultá válik. Az egyetlen ellenszer, amit beteg megtehet önmagáért, a mozgás, úgy testileg, mint szellemileg mozgásban kell maradni, erre vannak különböző terápiák. Az orvosi terápiák körébe tartozik a gyógyszerezés és a műtét. Ez ugye, ezzel mi most nem kívánunk itt foglalkozni az előadás során. Az egyesület, vagy a beteg maga, amit tehet, a vizitorna, könnyű tánc, természetesen a gyógytorna, de az csak szakember segítségével működik, mert az egy szaktudást igénylő valami. Az alternatív terápiák közébe tartozik még a hangterápia, mert az arcizmok és a nyelési izmok is károsodnak az idők során. Persze ez 10-20 évig, akár 30 évig is eltart, na de addig is ezt túl kell élni és tenni azért, hogy minél hosszabb legyen a komfortos életvitel. A Parkinson kórosok lelki állapotára sokszor hatással van a betegség, így az esetek többségében depresszióban is szenvednek. Az előadás célja az volt, hogy megmutassa, ebből a betegségből is van kiút, ha az emberek képesek a helyén kezelni és a boldog pillanatokra helyezni a hangsúlyt. A Parkinson kór jelenleg gyógyíthatatlan betegségnek számít, azonban vannak olyan módszerek, amivel fel lehet venni a küzdelmet a mindennapok megpróbáltatásai ellen. A Pécsi Egyesület kedvelt időtöltései közé tartozik a tánc, a hangterápia. Míg előbbi az ízületekre és a végtagokra van jó hatással, a hangterápia a szóalkotási és beszédbeli nehézségeken tud javítani. Tudomásul kell venni, meg kell találni azokat a forrásokat magunkban, amitől pozitívan tudunk erre tekinteni, illetve meg kell találni azokat a lehetőségeket, ki állapota és habitusa szerint, ami úgymond örömet szerez, ami sikerélményt ad. Nekem most az egyik ilyen dolog ez az előadás sorozat, hogy csináljuk, illetve elkészítettük az anyagot, és ahova csak lehet elmegyek vele, hogy minél többen halljanak róla, hogy van egyesület, vannak az országban egyesületek, Budapest, Szeged, Sárospatak és Zalaegerszegen is, és segítjük egymást az információ áramlással. Az is az egyik feladata az egyesületnek alapszabály szerint is, hogy ismeretterjesztést is vállal, felvállalt. Emiatt hívunk gyógyszerészt, orvost, különböző szakembereket, akik az alternatív terápiákban jártasak. Hozzátartozik még az alternatív terápiákhoz tai chi, kipróbáltuk, a Nordic Walking, ez a sétáló botos kirándulás, valamint a jogának bizonyos technikái. Tehát nagyon széles a kör, mindenki ki tudja választani azt, amit szeretne. A mi egyesületünkben jelenleg a tánc az, ami a legkedveltebb, legtöbben járunk, illetve a hangterápia, és ezen túl a vizitorna. Ugye minden korosztály megtalálható a mostani ismereteink szerint. 28 éves korú Parkinson beteg is van. Tehát nem csak az időseké ez a betegség, hanem egyre fiatalabb korosztályban is felbukkan, illetve diagnosztizálható. Ennek az oka részben az, hogy egészségtudatosabbak az emberek, főleg akinek dolgoznia kell. Másrészt jobbak a diagnosztikai lehetőségek, és hát kitolódik az élettartam is, különösen a munkaképesnek gondolt élettartam.
A Pécsi Parkinson Betegek Egyesületében több mint 60 beteg van. A betegeket nem mentik fel a munkavégzés alól, így az elnök szerint fontos, hogy mozgásban maradjanak, mert a munkájukat így is el kell végezniük. Az Egyesület 15 éves Pécsen működik, jelenleg 60-nál több taggal vagyunk. Kevés az aktív korú Parkinson beteg, aki az Egyesületben megjelenik, mert kissé titkolják. Viszont fontos, hogy minél tovább munkaképesek maradjunk, mert ezzel a betegséggel nem százalékolnak le embereket, hanem hát dolgozni kell, és ez a kényszer, ez arra kell majd a jövőben a munkavállalót vagy a betegeket indítsa, hogy igenis tegyen azért, hogy mozgásban maradjon. A Parkinson-kor kialakulásáért a dopamin termelődésének hiánya felelős az emberi agyban. A világon ez számít a második leggyakoribb időskori betegségnek az Alzheimer-kór után. Magyarországon a becslések szerint 30 ezer a Parkinson-kórban szenvedők száma. Változik a világ, és vele változik az Otthonmix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő-fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthonmix kisáruházban. Ismét lesz színjátszó csoport Bátaszéken. Az elődök sok maradandó előadással tették emlékezetessé létüket, az utódok most Vörös Marti a Fátyol titkai című vígjátékával demutálnak a Városnapján. Még sohasem voltam ilyen jól. Mennyire aggódtam? De azokat a gazembereket megkeresem és ellátom a bajukat. Isten őriz! Hagyja őket, kérem! Azok az édes fiúk. Vörös Marti Mihály a Fátyol titkai című darabját próbálja a bátaszékin színjátszó csoport. A nagymúltú társulat több műzikert és színművet vitt már színre, ám egyszer csak, ahogy mondani szokták, elfogyott a lendület. A tetszhalott állapotot a műfáz vezetése szüntette meg. Gondoltunk egy nagyot még az előző év végén, és a kolléganőmmel, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület vezetőjével, Kalmár Évivel, hát összedugtuk a fejünket, hogy azon gondolkodtunk, hogy több éven keresztül nagyon sokáig sikeresek voltak a bátaszéki színjátszók. Különböző színdarabokat, műzikeleket állítottak színpadra, amelyek nagyon népszerűek voltak, nem csak a helyiek, hanem akár mondjuk a környező településen élők körében is. És összerántottuk a két ünnep között a régi bandát, illetve a meghatározó tagokat, és hát megkínáltuk őket egy lehetőséggel. Illetve Bátaszéken a gimnáziumban tanít az előző tanévtől Egle Anikó kolléganőnk, akinek van ebben rutinja, hiszen évtizedek óta elmondhatjuk, foglalkozik színházzal, illetve diákszínjátszással is. Anikó is szívesen vette a felkérést, illetve a régi motorosok is ráborintottak, és választottunk közösen egy darabot, amelyel szeretnénk a bátaszéki közönséget meglepni majd a Városnapján. A Fátyol titkai Vörös Marti egyetlen vígjátéka. Egle Anikó, a rendező, nem először nyúl a témához. Én évek óta rendezek színdarabokat, itt is kezdtem a pályámat a műfázba, itt rendeztem először darabokat, többek között ezt a Vörös Marti Fátyol titka című színdarabot, amit Alsónyéken adtunk először elő, egy ilyen vöröskeresztes napon, és érdekes, hogy nem érdekes, hanem nagyon rossz emlék az, hogy azok, akik játszották a három fiút, azok már nincsenek az élők sorában, és egy kicsit nekik is tisztelünk, és emlékezünk rájuk, hogy ők kezdték ezt a színdarabot itt először. És akkor ennek ilyen olyan történet van a színdarabnak, hogy ez a gimnáziumból indult, és ott is többször eljátszották, tehát ez egy olyan érdekes útja van ennek a színdarabnak, és még ma is aktuális, úgy érzem. Nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, de akik benne voltak a csapatban, meg akik nézték, páram
azok már mind ilyen 50-es évek, meg 40-es évek korosztályhoz tartoznak. Ők biztos, hogy eljönnek, de nem csak ő rájuk. Tehát ez egy olyan darab, amin nagyon jókat lehet nevetni, végjáték, és nem kell megírni, hogy Vörös Marti írta, aki a szózatot, tehát nem olyan konvoj, hanem pont a másik oldal az ő egyéniségének ez a végjáték. Nem oda van! Fátyolva lesz a kisasszony? Fátyolva? Most számolunk! Véged van, kecskebéka! Hogy beszélnek maguk Ligeti Vilmával? Ha! Vékony Ligeti Vilma! Hallottátok? Vilmának mondja magát! A prómák remek hangulatban zajlanak, igaz, ma még mindenki szövegkönyvvel a kezében áll a színpadon, de jól haladnak a próbák, állítja a rendező. Ők tapasztaltak, tehát ilyen hangsúlyokat nagyon nem kell mondani, mint ahogy a gyerekeknél. Néha azért kell őket is javítani, inkább a színpad mozgást kell, amit majd még alakítanunk kell, illetve majd, hogyha most még csak kinéznek a papírból, majd ha leteszik a papírt, és akkor jobban tudunk mozogni, amikor a szövegtudás teljesen biztos lesz. De könnyű velük dolgozni nagyon. Bozsó Rita a régi tagok egyike. Most a mű egyik főszerepét kapta. Én játszom Ligeti Vilma kisasszonyt, és nem volt még hasonló szerepe, mivel Kota vagyok a színjátszókörnek a tagja. Nagyon jó hangulatban telnek a próbák, és hát még nehézkesen, mert ugye a szövegtudás nem 100%-os, de nagyon igyekszünk, úgyhogy jó csapat vagyunk. Amikor Erika néni abba hagyta, akkor nagyon szomorúak voltunk, és mindig reménykedtünk abba, hogy valaki ezt újraindítja, és lesz lehetőségünk. És mikor Lacék előálltak az ötlettel, akkor nagyon örültünk, és természetesen igen mondtunk a felkérésnek. A színjátszókör tagjai már a karácsonyi előadásra is készülnek. A Fátyol titkait az új színházi társulat július 5-én, 6-án a városnapi ünnepség keretében labbentik föl a nagy közönség előtt. Már a külcsínre sem lehet kifogása a Bátaszéki Sportegyesület egyre bővülő létszámú utánpótlás csapatainál. Nem kell ütött, kopott szerelésben pályára lépnie az óvodás korcsoporttól egészen az ifikig bezárólag. A napokban 3 garnitúra szerelés érkezett a klubhoz. Vadonatúj szerelésben pompáznak a bátaszéki focista palánták, jelen esetben Varja Zoltán tanítványai, amint egy hétközi edzőmeccsre készülődnek. Nem csak egy garnitúra érkezett, hanem még 2 más színben. Az utánpótlás szinte minden korosztályában előbb-utóbb levethetik a régi, olykor már ütött kopott szerelést bátaszéket. Köszönhetően a társasági adóból befolyó szép kis összegnek, no és az OTP, mint a magyar labdarúgás egyik tekintélyes szponzorának, ide is elérő támogatásának, amiből egyéb a mindennapi működéshez elengedhetetlen edzéseszközöket vásároltak a klubnál. Büszkék lehetünk rá, hogy mind az összes korosztályunk, még az ovisok is olyan szerelésben állnak ki a tornájukra, hogy nyugodtan büszkék lehetünk rájuk. A játéktudás mellett természetesen valahogy ki is néznek, és hát ugyanígy az edzők és az összes korosztályos csapat azért normálisan fel van öltöztetve. Hát ez most, amit most kaptunk, ez az idei adagunk gyakorlatilag, amit pótoltunk így a szerelésekben. Dominálni fog a kék szerelés, ez az alapszíne már régebb óta a Bátaszéki Sportegyesületnek. Választottunk másik szint is, mert már egy kicsit elég volt, hogy mindig csak ugyanabba a színharmóniába lépünk pályára. Most az Zifinek azért vettünk egy szürke-feketét, ami szerintem tetszeni fog, nekik már kinyúztak, hogy mikor játszhatunk benne, de most a hétvégén az utolsó hazai meccsükön abba fogunk játszani. És a felnőtt pedig egy fehér, teljesen fehér szerelés kapott, az is jó néz ki, nagyon szép. A bátaszéki fociban, a közelebbi és a távolabbi múltban a felnőtt csapat szereplése a bajnoki címért folytatott versengés volt csak fontos. Az utánpótlás nevelést, mint ahogy sok más magyar településen, fokozatosan elhanyagolták. 4 évvel ezelőtt Tóbi István hazahozatalával új időszámítás kezdődött a gyerekek képzésében, aminek mennyiség és minőség értelemben vannak már respektálható jelei. A korábbi 30-40 gyerek több mint duplája jár edzésre és játszik különböző csapatokban. Erre, ennek a folyamatnak a folytatására szívesen adják adójukat a felnőtt futball finanszírozásából visszavett, vagy azt időlegesen beszüntető bátaszéki vállalkozók, illetve vállalkozások. A serdülő csapat tavaly előtt az alsóházba játszott, a bajnokság második felébe, tavaly a felsőházba, de mindenki megpofozott bennünket, most pedig a felsőházba vagyunk, és itt mondhatom, hogy dobogó esélyesek vagyunk. Ez az U17-es csapatunk,
U16-os csapatunk. Az ifi csapat az most negyedik évenben mondhatom, hogy először 9-ek voltunk, 8-ek, tavaly 3-ak, és most már tuti biztos, hogy 2-ak leszünk, mert 20 körüli ponta vezetünk a 3. előtt. A nehéz helyzetben levő megyei első osztályban a bentmaradásért küzdő, erősen elfogyóban levő felnőtt csapat edzője, Brecska László is tucatnyi ifistát kipróbált vagy játszatott edzőmeccsen, illetve alaposabban megnézett. Ez jelzi, a felfedezett tehetségek dolgában is lépett előre a bátaszéki utánpótlás nevelés, amely a távolabbi múltban jellemző volt a klubra. 11 ifi korú játékos lépett pályára. Most 2 játékosom lesz az ifiba, aki kiöregszik az idén, és már jövőre nem léphet pályára, túlkorosként sem. Úgy gondolom, hogy az mind a 2 meg fogja állni a helyét a felnőttbe jövőre. Kerettag lesz nyáron? Úgy gondolom, hogy igen, sőt, ezen dolgozunk mindenképpen, hogy az legyen, és tudjuk használni továbbra is ezeket a gyerekeket itt. Már a hazai akadémiák figyelő tekintete is Bátaszék felé fordult, az U14-ből az egyik kiemelkedő tehetségű játékosuk Felcsúton és a Ferencvárosnál is járt már próbajátékon, s olybá tűnik mindkét helyen megfelelt. A Bátaszék fel van készülve, hogy Szekszárdról, Paksról, Bajáról, Pécsről elvihetnek tőlük újra gyerekeket. De ha így lesz, ez valahol a munkájuk elismerése, ami büszkeségüket csak növelni az utánpótlásban dolgozó edzőknek. Mind a két szemem nevet, mert természetesen azért sajnáljuk, de figyelemmel követjük. Az lenne jó, hogyha 10-et tudnánk adni följebb. Az lenne jó. Nagyon örülnék neki. És annak még inkább örülne a klubvezetés, ha az életpályájuk során itthon maradók és továbbra is focizók közül több mostani ifistával találkozhatnának a szurkolók a közeljövő bátaszéki felnőtt csapatban. Errefelé hajaznak a dolgok. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!